Főz a város, főz a megye, köszöntöm nézőinket. Itt van végre a jó idő, a tavasz, és minthogyha összebeszéltünk volna mai kedves vendégemmel, Ricker Józsefné Tirénkét köszöntöm szeretettel. A nézőktől elnézést kérek a tegező formáért, de nagyon régóta ismerjük egymást Tirénkével, azt hiszem, hogy nem lenne már a magázódás. Irénke Mőzsről érkezett hozzánk, Tolna Mőzs alpolgármester asszonya, és hát a mőzsi település részért felel. Ezért az étel is egy olyan egyszerű, szabadban elkészíthető, de természetesen benne a konyhában is ajánlott étel, ami a mőzsi embereket jellemezheti. Igen, hát tulajdonképpen egy úgynevezett betyár csirkepörkölttel készültem itt ma délutánra, illetve ma estére. Ez a csirke az tulajdonképpen azt hiszem, hogy minden konyhában, szinte mindennapos, a miénkben főleg szeretjük a baromfihúst. És azért is jó dolog ez, mert gyorsan elkészíthető, szinte minden nap megvásárolható frissen. Most a városunkban nagyon jó kis pipibolt nyílt, és ott szinte tényleg minden nap kapható. És úgy gondoltam, hogy ez a fajta étel olyan, amelyet nem csak a hölgyek, háziasszonyok, hanem a férfiak, a fiúk is elkészíthetnek. És most, amikor a szőlőmunkák ideje jön, mondjuk a két szőlősor meccések között egy kis pihenésképpen is megfőzhetik ezt az úgynevezett betyár csirkepörköltet. És hogy miért betyár? Ezt a receptet én valahol egyszer egy társaságban voltunk, ott ettünk ebből az ételből, és nekem úgy megtetszett, elkértem, és nagyon sokáig hevert a papírjaim között, a süteményes könyvbe, a különlegesség könyvébe, és azt gondoltam, hogy ma ezt előveszem. Nagyon jól tetted, Irénke, lássunk hozzá, kezdjük el az ételt főzni, és közben természetesen én faggatlak. Hogyan induljunk? Hát úgy indulunk el, hogy legelőször is összevágjuk a hagymát. Én ugye általában a receptek négy személyre szólnak, hát ez is négy személyre szóló, de természetes, hogy a család étvágyától függően lehet. Általában ugye egy személyre két csirkecombot szoktunk számolni, de mondom, ha jó az étvágy, akkor nyugodtan lehet három is. Tehát általában, tehát négy személyre 8-10 csirkecomb, és miután van, aki nem biztos, hogy szereti a bőrkés húst, ezért egy kis mellehúsát is tettem bele, mert például unokám az szereti a combját, de a vőmuram az szívesebben a mellét. Mindenkinek kell kedvezni. Igen, tehát mindenkinek. És bár a recept eredetileg csirkéről szól, de miután a csirke elég csontos, és olyan kicsit macerás az adagolása is, meg a fogyasztása is. Én itt ma estére inkább csak a combját készítettem és a mellét. Most ehhez az adaghoz két jó nagy hagymát, tehát hogy körülbelül a mennyiség az olyan 1,70-2 kiló körülbelüli anyag, ehhez két jó nagy hagymát, ha nincs túl nagy, akkor hármat. Ezt tehát a szokásoknak megfelelően ugye jó apróra összevágjuk. Irénke, közben azért én faggatlak, ugye, hát hogy mondjam, általában a hölgyek, akik a közéletben feladatot vállalnak és szerepet töltenek be, mindig arról panaszkodnak, hogy kevés a szabad idejük, kevés időt tudnak a konyhába tölteni. Sokszor elmondják, hogy édesanyja, anyós, vagy éppen a férj az, aki leveszi a terheket. Te hogy vagy ezzel? Hát tulajdonképpen én, aki engem ismer, szinte örökké úton vagyok, hisz az önkormányzatiság mellett még nyugdíjasként még járok a TSZ-hez is dolgozni, a földügyeket, amelyeket nagyon szerettem mindig is, ezeket ma is csinálom. Azokon a napokon, tehát nem rendszeres ez az elfoglaltságom, azon a napokon étteremből viszünk, de egyébként minden nap főzök. Van egy 82 éves édesanyám, aki sajnos beteges, és már ilyen apró odakészítésről, például hagymát például összevágni, megtisztítani, annyit segít. És, de egyébként minden nap főzök, nagyon szeretek főzni, azt mondják általában, hogy jól is főzök. De azért el kell mondjam, hogy ha kérném, biztos, hogy a férjem is megfőzné, annál is inkább, mert ő is nagymester, kiváló halat főz, és évek hosszú során, ugye miután a művelődési házban is dolgoztunk, most már ugye novembertől feladtuk ezt a feladatot, ott is 150 személyre általában főzőcskésztek egy másik kollégával, szintén egy Józseffel, vegyes pörkölteket, amit hát a nyugdíjasok, meg egyéb társaság, svábbálok egyéb alkalomkor elfogyasztott. Tehát ő is szívesen és jó ízűen főz.
azt gondolom, hogy megcsináljuk, mert az a betyáros ebben az egészben, hogy jó bőven kell a hagymát mérni. Betyárosság, tehát Irénke, erről beszéltünk, és azt is el kell mondani a nézőknek, hogy te mindent meghoztál, és mindent úgy hagytunk mi direkt, ahogy azt mondjuk a szabadban is kényelmesen el lehet készíteni. Most hunyják be a szemüket azok, akik koleszneriről, meg egyéb más dologról beszélnek, de azt nagyon jól tudjuk, és ezt nagyon-nagyon sokan állítják, hogy a jó, igazi házi zsírt nem nagyon lehet kiváltani semmivel. Hát annál is inkább, mert azt el kell árulnom, hogy az idén volt az első, az idei disznóvágás, most az idei alatt én a decemberi disznóvágást értem, hogy olyan disznót vágtunk, amely keresztezésből származik is, fele mangalica, fele pedig még a hagyományos húsertésből, és ennek a zsírja kiváló. És a szalonna, ami szintén azért hoztam, mert ugye a betyárosba a szalonna beletartozik, szintén ennek a disznónak a szalonnája, és én azt gondolom, hogy a pörköltnek azért mégiscsak ez az igazi. Tehát beraktuk a lábosba a hagymát, alá tesszük a szalonnát, illetve egy közbe, és a szalonnát így szeletbe hagyom, már csak azért is, mert nem biztos, hogy mindenki szereti, tehát amikor elkészül, akkor ki tudjuk venni belőle, de az íze benne marad, és igazándiból az íz a lényeg, azt hiszem. Tehát akkor ehhez a mennyiséghez azért, hogy jó szaftos legyen, gondolom, hogy ez a hagyma elegendő, illetve a zsír, és akkor most feltesszük. És vigyázva, hogy meg ne pörkölődjön, elkezdjük ezt pirítgatni. Közben, amíg a hagyma is pirul, kiolvad a szalonna is. Ugye említettük, hogy minden hazai. A borról még később lesz szó, kedves nézőink, úgyhogy nagyon ebbe nem mélyedünk bele, de azt elárulom, hogy ezt is Irénke hozta, és ez is, ha lehet így mondani, akkor a saját konyhakertből való idézőjelbe téve. Irénke, ugye említetted már itt, hogy férjed is nagyon szeret főzni, az unokádra is utaltál. Mégis hányan vagytok, amikor úgy körülülitek a családi asztalt? Hát sajnos a naponta csak hárman. A gyermekem Budapesten él, akkor úgyhogy sajnos nagyon kevesen vagyunk, csak hármacskán, úgyhogy igazándiból három személyre nem is olyan egyszerű főzni, mindig el is sokallok, de az nekem jó, mert akkor másnapra is van, sőt, előfordul, hogy még harmadik napon is, amikor már család azt mondja, hogy talán már valamit kéne mást is. De hát azért amennyire lehetséges, meg az iskola, mert most első osztályos a kisgyerek, és így hétvégeken, meg néha szünetben, most például az elmúlt pár napban is itt volt, és hát ilyenkor boldogságban a családban. Na, akkor azt gondolom, hogy üvegesre megpárolódott a hagyma, akkor most belefesszük a törött paprikát, ami szintén hazai. Nem mi készítettük, ezt nagyon biztos helyről. Azért jó, ennyi mindennel igen, már akartam ennyi, kérdezni, hogy hogy van ennyi mindenre erősen. Ennyi mindenre nincs. Jó két kanálnak minősül, ez annyi elegendő ehhez a hagymához. És ugye szigorúan igen, félrehúzva, hogy nem. Igen, hogy ne pörkölődjön, mert akkor mindjárt keserű lesz, és azt hiszem annál rosszabb dolog nincs, amikor a paprika megég. Tehát itt egy picit félrehúztuk, addig, amíg a kicsit el. És közben elővesszük a már előre készített fokhagymát, mert a betyárosban nem csak a szalonna a betyáros, hanem a fokhagyma is, amit fokhagymazúzon áttörünk, és azt is itt félrehúzva rányomjuk. Irénke, gyakran kérdezik a nézők, és hát úgy van olyan is, amikor megállítanak az utcán, és azt is mondják, hogy például nagyon jó lenne, ha minden egyes ételnél úgymond egy költségvetést is mondanánk, hogy a házi asszonyoknak ezzel is könnyítsünk. Én azt hiszem, hogy erre nem lehet azt mondani, és utaltál is már rá, hogy ez egy túlságosan drága étel. Egyáltalán nem drága. Tulajdonképpen talán a ráfordított idő, ami, mert a csirke ma sajnos, és ezt hiszem, ezt a csirketartók érzik leginkább, hogy elég olcsó, úgyhogy alapvetően nem drága étel, és még egyszer mondom, hogy nagyon könnyű elkészíteni, gyorsan el lehet készíteni, hiszen szinte jó fél óra alatt
gyerekeknek készül. Irénke, azt is tudom rólad, hogy gyakran jártok társaságba. Hát már utaltál rá egyrészt a helyi kultúr művelődési házban betöltött évek alatt azért sok barátra tettetek szert. Ezek a társasági események milyen gyakoriak, és szoktál-e vendéglátó lenni? Hát ez is csak inkább névnapok alkalmával, és ez is csak szükebb körbe a sogorom-sogornőm, aki Szekszárdon élnek, Rikker István és felesége Molnár Katalin, az én férjem Rikker József, én Molnár Irén vagyok, de a Molnárok nem rokonok, csak névrokonok. Érdekesség, igen. Közben azért mondanám, hogy ugye belekerült a fokhagyma, amit áttörtem, három gerezdet ehhez a mennyiséghez, jó két kanál paradicsompürét tettem az anyaghoz, és akkor most itt ezt egy picit, egy nagyon picit nem pörköljük tulajdonképpen az itt összerakott anyagot, és ezt követi majd a lényeg, itt az előre elkészített hús, amit ugye szépen megtisztogattunk. Itt a lényege a combnál is, hogy én nem vagdalom össze, csak a nagy combot leválasztom, a felső combot, alsó combot, és ha egy kicsit nagyobbnak látom a felső combot, akkor azt ott elvágom a csont mellett, de mégis talán gusztusosabb a tálalásnál. Te egyébként anyukától tanultál főzni? Igen, igen, édesanyámtól, igen. És hát nagyon régen elkezdtem, sőt, talán még a nagyanyám és anyai nagyapnyám, akivel együtt települtünk tulajdonképpen Törnömönse, mert én felvidéki vagyok, és már akkor is, hiszen 60-as évek elején halt meg, és hát akkor már azért éppenséggel nem voltam kislány, és szerettem úgy a konyhában szorgoskodni. A felvidéki ízek mennyire kapnak teret nálad, mennyire kerül az asztalra? Hát igazándiból miután, hát anyám is ugye felvidéki, a család minden tagja, amit tanultam, azok az ízek, gondolom, hogy nem nagyon szerették ételizesítőt használni, azt kell, hogy mondjam. Nem szereted a fűszereket? Nem igazán. Tehát magát a fűszereket, a sajátos fűszereket szeretem, csak mondjuk a gyárilag készített mindenféle kocka, meg egyéb borokat, azokat nem szívesen. Híve vagyok a természetesnek. Egy kicsit most lére jött, tehát a saját levét a hús kiadta, és akkor most víz helyett felöntjük porocskával. Ez ugye is ennek a betyáros ételnek, hát a specialitása? Hát én úgy gondolom, igen, hát a receptből ítélve, és miután a szárnyasnak gondolom, hogy a fehér húsnak a fehér bor, így most ezzel öntöttem fel, és majd később még, amikor úgy látjuk, akkor egy picit lehet pótolni hozzá, és természetesen szép lassan most átkeverem, és akkor fedőt teszünk, és körülbelül 20 percig párolódik, és miután fiatal csirkéről van szó, bízom benne, hogy ez nagyon hamar megfő. Irénke, azért annyit még hadd kérdezzek, hogy ugye említetted, hogy a fűszerezésnek annyira nem vagy híve, de úgy általában úgymond bevállalós vagy-e, tehát szereted-e a különlegességeket is behozni a konyhába? Hát azt gondolom, hogy a különlegességekhez idő kell, és azért, hogy elmondjam most egy kis különlegességet, most, hogy a hétvégén itthon volt a család, és ugye mondtam, hogy eléggé csirkehúsevők vagyunk, pontosan azért, mert gyorsan készül. Egy érdekes, szintén valahonnan hozzám került csirkerecept, és ez egy kis különlegesség. Először gondoltam arra, hogy ma este megmutatjuk ezt is a nézőknek, de hát ehhez egy kicsit másfajta konyhatechnika szükségeltetik. Baszk csirkét készítettem, amit hát különösen unokámnak a vége tetszett, az elkészítés utolsó mozzanata, amikor hát egy jó nagy adag kanyakot felhevítve, ugye lángra lobbant és leöntöttem, és az hát ez volt a csúcs. És ez viszont egy különlegesebb étel, szintén szalonnával készítjük, sok vöröshagymával lekarikázva, babérlevél, fokhagyma, és a húst berakni egy tepszébe, vagy hőálló, tehát tűzálló tálba, és
paradicsommal, hámozott paradicsommal betakarni, tehát körülbelül olyan 40 dek a paradicsom kellett mondjuk a 6 csirkére, azt becsomagoltam, hogy úgy mondjam, a paradicsomba, és egy óráig lefedve a sütőben szépen készült, és amikor ezt éreztem, hogy megpuhult, és eközben ez a hagyma, a szalonna, a babérlevél, a fokhagyma íz, illat átjárta ezt a húst, kiszedtem, paradicsompürével besűrítettem, és ezt a mártást ezzel a felhevült konyakkal lángra lobbantottuk, hogy úgy mondjam, és akkor kellett tálalni. Hát a, mondom, kisgyermek különösen imádta, mert hát ugye gyereknek ez a flambírozás, ez nagyon tetszett. Úgy gondolom, hogy ahogy így elnézegetem, hogy a hús most már olyan állapotban van, hát, hogy egy alapján lehet egy, ítélni, akkor egyfajta újabb fűszerezés következik, mégpedig ide csempésztem én néhány ilyen kis úgynevezett csücski paprikát. Van ami ennek egyéb népi és nevei is, macska, kutya, testrész, de ezt most hagyjuk. Ezt a mélyhűtőből vettem ki, és akkor egy néhány perc elég a forróban, és nem esik szét, így csak az élvezheti ennek a hatását, aki nagyon, nagyon szereti a csipőset. Irénke, nagyon igen. Nem láttunk még sózni sem, azt ez sem véletlen, igen, gondolom. Ez sem véletlen, mert ez tulajdonképpen a befejező akciónál fogom, amikor a gombát. És hát ugye ezt is el kell mondani, hogy miután mindig kevés az idő, a legegyszerűbb és a legbiztosabb előkapni egy üveg gombát, ugye, vagy a polcról levenni otthon az üzletben, és haza vagy otthon már korábban megvolt, és így szeletelt gombát fogunk ebbe beletenni. Ez sem olyan macerás, mint most a friss gombával, mert az még plusz idő. Tehát mindig az idő a drága, az elején is ezt mondtam. Tehát akkor most bele teszem a gombát. Ezzel részben dúsíthatjuk, mert ugye egy kicsit igen, és miután elhoztam a másikat, és bőséggel. Végül is ez is igen. Már itt nagy részt ízlés dolga, igen, lehet gazdagítani. Igen, igen. Szeretjük egyébként a gombát és is. És akkor Irénke, azt is elárulhatjuk, ezt majd a nézők igen. Látni fogják, hogy köretként te nokedlit hoztál ehhez igen. Az ételhez, és igen. Ezt is saját kezűleg magad készítetted. De szerintem, ha csak valakinek a szabadban egy szelet friss kenyérre futja idézőjelbe téve ezt is, akkor kicsit természetesen az is ugyanolyan igen. Gasztronómiai élvezet lehet. Sőt, az valamikor megszerzett recept úgy szól, hogy galuskával, vízben főtt burgonyával, és itt pedig nagyon tudom ajánlani a kedves nézőknek az Agria nevű burgonyát, ami egy igazi köretnek való csodálatosan szép sárga burgonya. Az is megfelel hozzá, és természetesen párolt rizs is, mert az is elmegy vele. De én igazándiból a csirkepörköltet galuskával, a kakaspörköltet és a marhapörköltet is igazándiból galuskával tudom elképzelni. Irénke, jó háziasszony módjára meg is díszítetted az ételt, mint mondtad, ha a szabadban erre nincs is lehetőség, de otthon ez is fontos, úgyhogy ez a végeredmény, és hát én már alig várom, hogy megkóstoljam igazán, de azért előtte én már utaltam főzés közben egy valamire, ez bizony a bor, a borászat. Hát ugye most igazából férjednek kellene itt állni, de róla tudjuk, hogy annyira nem szereti a közszereplést, egyébként meg jobbulást neki innen, mert őt is utolérte, úgymond az influenza, vagy legalábbis az influenza-szerű megbetegedés, de elküldte ide a terméseket. Mit kell tehát még egyszer kérdezem tudni erről a hobbiról? Hát a Palánki hegyen van egy kis szőlőnk, tényleg csak hobbi, mint 1000 négyzetméter. Az ott termelt szőlőfajtáknak a kétharmada vörösbor szőlő, és egyharmada fehér. A vörösbor az kadarka, mert még nálunk az is van, igazi szekszárdi kadarka, kékfrankos és zweigelt, ebből van a vörösborunk, nagyon finom, a fehér, és természetes, hogy a rozé
ennek az újszerű, az újkori állapotából készült, tehát ugyanazokat a szőlőfajtákat tartalmazza, mint a vörösborunk, és a fehér pedig zöld berzeliné és sárdoné. Ezek a fajták. Irénke, ehhez az ételhez te, vagy nem tudom, hogy kedves férjed javaslatára, vagy az ízlésed szerint, de most a rozét választottam. Hát a rozét választottam ez a, amellett, hogy mindegyiket szeretem, tehát nem vagyok egy túlságosan nagy borivó, sem borszakértő se, de inkább a szakavatottak így ajánlják, hogy a szárnyashoz a rozé, az főleg amiben paprika van, mert ha most itt valami sültet készítettünk volna, akkor fehér borral, miután a paprikás, így a rozét ajánlom. Hát akkor kíváncsian várom. Így van, kóstoljuk meg, és hát én azt hiszem, hogy közben nincs más hátra, mint hogy azt mondjuk a nézőknek, hogy próbálják ki ezt az ételt is, ugye, ahogy már említettük, itt a jó idő, menjenek szabadba, esetleg csapjanak kint valahol a természet lágyölén egy jó kis főzést, egy jó kis bulit, de ha ahhoz van kedvük, akkor otthon a konyhában próbálják ki. Irénke, mit kívánhatunk még, mit mondhatunk még ehhez az ételhez? Jó étvágyat kívánunk! Így legyen, és köszönöm, hogy itt voltál, kedves egészségünkre!